Az október végén kinevezett vezetőedzőnkkel, Horváth Dáviddal még veretlen az MTK Budapest, és mindössze egy ponttal vagyunk lemaradva a feljutást jelentő második helytől. 20 forduló alatt 60 találatot szereztek kedvencénk, és Németh Krisztián 17 góljával vezeti az MB2 góllövő listáját. Ahogy a szezon kezdet előtt világossá tette a klubvezetés, az MTK-nak az első osztályban a helye, az azonnali visszajutás a minimum cél, ebben nem kötünk kompromisszumot, ennek szellemében készülünk a jövő évi folytatásra. Balogh Béla klubunk neveltjeként Kanta Józseffel közösen még 2004-ben mutatkozott be az élvonalban, és 10 éven keresztül volt az MTK Budapest labdarúgója. Immáron pedig az ifjúsági bajnokok ligája tavaszi rájátszásába jutásával történelmet író együttesünk vezetőedzőjeként azért dolgozik, hogy minél több tehetséges akadémista kerüljön be a felnőtt csapatunk keretébe.